Idén 5. alkalommal szervezték meg az összhaderőnemi vezetői altiszti tanfolyamot. A szeptemberben kezdődött kurzuson a Magyar Honvédség Altiszti Akadémián a 12 hallgató többek között a vezetéselmélet, stratégia és hadelmélet, valamint a kommunikáció területén szerzett ismereteket. A továbbképzés részeként december 12-én a parlamentbe látogattak a vezető altisztek, ahol Varga Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára miniszterhelyettes tartott számukra előadást. A miniszterhelyettes a Magyar Honvédséggel kapcsolatban rámutatott, a NATO eddig is elismerte a magyar szövetséges teljesítményét, a jelenben elkezdődött fejlesztések azonban a jövőben minden eddiginél jobban éreztetni fogják hatásukat. Ez párosul az Zrínyi 26 honvédelmi és haderő fejlesztési program, amely ugye 10 évre szól, és a legfőbb eleme a honvédelmi kívül a haderőfejlesztés, amihez viszont nagyon sok pénz kell, és ezt a pénzt most a kormány a döntéseivel biztosítja, és 2024-re a Velszi döntésnek megfelelően Magyarország is eléri azt, hogy a GDP 2%-át fordítsuk honvédelemre, és ezt 2024-re el is fogjuk érni, és addig is minden évben az éves növekmény az a katonákról fog szólni. A miniszterhelyettes a vezető altisztek előtt hangsúlyozta, a fő cél az, hogy a Magyar Honvédség az egész régióban elismert és ütőképes erő legyen a közeljövőben. A mintegy 5 hónapos összhaderőnemi vezetői altiszti tanfolyam január közepéig tart.